Az elmúlt években jellemző volt időjárásunkra, hogy szinte egyik évszakból a másikba ugrunk, és kimaradnak bizonyos évszakok. Lén a tavasz hiánya okozhat némi problémát a biológiai körforgásban. Így van ez a méhek esetében is. Amíg a növények gyorsan alkalmazkodnak az időjárás változásaihoz, egy méh kikelése 21 napot vesz igénybe, ezért fordulhat elő az, hogy a repcetáblákon jelenleg nagyon kevés méh dolgozik. Ezen a Szabolcs-megyei méhfarmon mintegy 170 méh család, azaz közel 4 millió méh dolgozik. Itt idén egy családban mintegy 15-20 ezer méhvel telt ki az állomány, és fejlődésük még folyamatos. Ezen az évben 2018-ban volt 3 telünk, majd 4 tavaszunk. Minden hónapban volt legalább 8-10 nap, ami hideg volt, és a többi meg tavasz volt. Itt a január elejét, február elejét, március elejét tavasznak érezték a családok, fejlődésnek indultak, viszont a hideg idő beálltával ez a fejlődés fordított irányba fordult, ami addig volt szaporulat, fiasítás, azt is kirágták, megszüntették, le kellett állni a családnak, élelemfogyasztás sokkal nagyobb volt, és a méhek, a téli méhek hamarabb öregedtek ezáltal. Pozitív hatásai is vannak azonban az idei szélsőséges időjárásnak. A nyírségi akáca tél folyamán beázott, a mostani fejlődése pedig kedvező a méhészetek számára. Fagykáról sem tudnak a szakemberek, de a kérdés még mindig az, hogy a fejlődés felborulása miatt mennyi lesz a száma a gyűjtőméheknek. Mostani jelenlegi időszakra tekintve a repcevirágzás történik, nagyon kevés mennyiségű repceterület van Szabolcs megyében, a méhészek száma túl nagy hozzá, és vagy nagyon túlterheltek a repceföldek, vagy mondhatnánk tovább, hogy a méh családoknak az erőssége, a korosztatétele nem megfelelő, mert nagyon sok a belső munkás, akik a belső munkátokat végzi tajkaméhek, és kevés a gyűjtőméhünk. Családok fejlődése attól függetlenül biztató, az, hogy mennyi gyűjtőméhünk lesz itt esetleg az akácra, ez még kérdéses. A nyírségben átlagban 20-30 kg akácmézet tud gyűjteni egy méh család. Azonban a 2018-as évben ez a mennyiség az időjárástól és a méhek fejlődésétől is függ majd.